Kedves hallgatóink, ma este a sofar.hu című rendkívül részletes információt nyújtó internetes honlap megalapítójával beszélgetünk, Seres Attilával. Jó estét kívánok, Attila! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nem először kérjük interjúra, nem először hallhatják itt az éteren keresztül Attilát. Korábban egy sokkal szívderítőbb esemény kapcsán kértem meg, hogy beszélgessünk. Akkor a sofar.hu kibővült, még szebb lett, még gazdagabb lett. És nagy örömmel vettük azt is, hogy a mi adásunk is, a magyar adásot visszahallható, egyenesben is hallható volt, és fel is lett véve, tehát archiválva is volt. Múlt időben beszéllek, és ez valamit sejtett. Attila. Igen, hát annyi újdonság van, hogy a Sofar Média február 1-én megszűnt, és hát ettől kezdve már nem érhetők el ezek a szolgáltatások. Annyiban helyesbíteném az elmondottakat, hogy hát a Korizrael műsorát a faluban rögzítettük, és egyelőre még továbbra is rögzítjük. Tehát a hallgatók utólag is meg tudják hallgatni egy csomó magyarországi zsidó honlapon, így a mazsike.hu-n, a mazsiz.com-on, a bálintház.hu-n, valamint a sofar maradékán, a zsidónegyed.com közösségi portálon is. Ha a hallgatóink között lennének olyanok, akik nem találkoztak a sofar.hu-val, amit nagyon sajnálnék, hiszen én magam is nagyon sokszor idéztem a honlapon megjelent információból, és meg kell mondanom, hogy nekünk újságíróknak itt Izraelben, és lesz a világon, akik nem Magyarországon élnek, és a héber nyelvű sajtót figyelik inkább, vagy az angol nyelvűt, vagy más idegen nyelvűt, és a magyarra nincs annyi idejük részletességgel, a sofar.hu mindig napra készen hírlevéllel hozta nekünk a reggelihez oda a történteket és az eseményeket és a fontos és nagyon-nagyon érdekes írásokat, megjelent publicisztikai műveket, amit a magyar sajtóból válogatott, tallózott ki. Hát többek között ez is hiányozni fog. A február 1-i döntésnek az okára keresünk itt valamiképpen magyarázatot. Miért? Kiadtam erről egy kommunikét, aminek az az első mondata, hogy nincs mögötte semmilyen dráma, összeesküvés, betöltötte a szerepét, és most elmúlt. Azt hiszem, hogy ebben a két mondatban benne van minden. Talán nem volt az olvasók számára annyira egyértelmű, vagy hát ez egy egyszemélyes vállalkozás volt, tehát az egész rendszert egymaga működtette, és közel 5 év után hát az az igazság, hogy belefáradtam, és hát kiberültek a forrásaim, amiket erre tudtam szállni. Mert hogy ezt mondjuk meg, és hogy legyen mindenki előtt világos, ezt az egész rendszert te a saját anyagi erőforrásaidból építetted föl, saját erőforrásaiddal, emberi erőforrásaiddal működtetted, sőt, azért ez évente még azért pénzbe is került neked, ha jól tudom. Ha ebbe egy kicsit beavatnál, amennyiben ez nem magánügy. Hát természetesen nem magánügy, hát évente több 100 000 forintba került ennek a technikai fenntartása, amit természetesen saját zsebből fizettem, de ennek nem az az oka, hogy nem akartak segíteni, hanem ez egy elvi kérdés volt, hogy az egész rendszernek a függetlenségét és egyfajta közszolgálatiságát így tudom a legjobban biztosítani. Valóban
egyébként saját kezűleg csináltam mindent. Hát most, hogy már elmúlt, most már talán nem tűnik annyira dicsekvésnek, hogyha elmondom, hogy annyira, hogy a tehát kettő darab szerver számítógépen működött ez a komplexum, ami a Sofár médiát, a Rádió Zsét, valamint két közösségi portált is magába fogadt, meg hát még egy csomó más lapot is, a Remény internetes kiadásra is ezen megy, ma is az egyik templomkörzetnek is a honlapja, és meg sok egyéb. Szóval végül is ezeket a szervereket is saját kezűleg raktam össze, és hát az egész dolgot operációs rendszerrel, illetve a vezérlő szoftverrel együtt saját magam fejlesztettem ki, és az információknak a feltöltése is jelentős részben a saját kezem munkájával készült el. Nagyon nagy teljesítménynek tartom, mert én azt tudom, hogy mi egy egész műsort vezetni szinte teljesen egyedül, ennél ez sokkal nagyobb volumenű munkát igényel, legalábbis ezt én így látom, amit te csináltál. És hát az a nagy dolog benne, amikor beszélgettünk, te ezt mondtad nekem, és ez a mondat, ez nagyon megütötte a fülemet, hogy az a nagy dolog, hogy te bebizonyítottad, hogy ha akarjuk, akkor ezt meg lehet csinálni. Mit gondolsz, hogy a jövőre nézve a visszaérkezett jelzésekből nem lenne mégis szükség egy ilyen volumenű, független szócsőre, mint a Sofár? Meggyőződésem, hogy hatalmas szükség van egy ilyenre, tehát a visszajelzésekből is látszik, hogy sokan hiányolják. De hát a koncepció az volt, amint az előbb is már utaltam rá, és megpróbálok egy kicsit visszautalni, mert talán egy kicsit előtt a szokványos gondolkozástól, tehát hogy én nem segítséget vártam másoktól, hanem segítséget ajánlottam másoknak. Tehát megpróbáltam felépíteni egy ilyen rendszert, egy ilyen demonstrációs rendszert, egy hírügynökséget, egy médiafigyelőt, hírlevelet, rádióállomás, stb. És megmutattam, hogy erről nem csak beszélni lehet, hanem a gyakorlatban is meg lehet valósítani. És hát kellő akarattal, elszántsággal, hát ezek az akadályok legyőzhetők, hát egyelőre még nem sokan vették igénybe a segítségemet, de hát a jövő ki tudja, hogy mit hoz. Tulajdonképpen, ha most valaki azt mondja, de én igen, nagyon szeretnék ehhez csatlakozni, szeretnék a Seres Attilával összefogni, akkor mit kell csinálnia? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azért őszintén be kell vallanom, hogy a igazságom ellenére azért nagyon sok sebet szereztem, és nagyon sokan kétségbe vonták az egész vállalkozásnak a jó hiszeműségét, mert az ugye nem normális dolog ilyen elvek mentén építkezni. Úgyhogy még nem nagyon tudok, hogy mondjam, eléggé praktikusan és pragmatikusan gondolkozni a jövőről, de hát ezt gondolom, hogy aki fantáziát lát ebbe, és aki szeretne maga is tenni ennek az egész ügynek az érdekében, keressen meg ezen az internetes honlapon. Hát végül is megmaradt még két közösségi portál, hát talán ennyi reklámot csinálhatunk neki, az egyik az a zsidonegyed.com, a másik pedig egy ilyen zsidó párkereső, az a sofargo.hu. Mind a kettőn tudnak nekem üzenetet küldeni, illetve hát ezen a két honlapon, főleg a zsidonegyed.com-on azt gondolom, hogy még néhány hasznos információt a jövőben is el fogok helyezni.